A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai beszélgetésünkben számtalan olyan téma kerül elénk, ami nagyon-nagyon fontos, állatjóléti támogatások, általában az időjárás, aztán foglalkozunk természetesen a kárenyhintési alappal, nagyon sok mindennel, vendégem pedig természetesen Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara növénytermesztésért és állattenyésztésért felelős alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Tisztelettel köszöntök minden kedves nézőt. No, hát akkor talán kezdjük a vidékfejlesztési program részeként, hiszen az Agrártárca ismét meghirdette az állatjóléti támogatások kapcsán azokat a kérelmeket fogják elbírálni, ami elsősorban most a tejhasznú szarvasmarha ágazatra vonatkozik. Azt hiszem, hogy ez egy fontos pillanat, hiszen ezt meghirdetve a szereplők számára a szerkezet átalakítást kíséri ez az állatjóléti támogatás, és ez azért fontos. Itt tulajdonképpen, mint gazdát, a mezőfalvai gazdát is kérdezem első számú vezetőként, miként értékeli ezt. Az állatjóléti támogatásoknak az elfogadtatása az EU-n belül, ez egy nagyon-nagyon fontos eredmény volt a magyar agrárium részéről, és nyilvánvaló mindazoknak, akik Brüsszelbe e kapcsolatban tárgyalnak, hiszen ez egy olyan pénz, ami gyakorlatilag a magyar gazda eddig is megfelelő módon művelt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az állattenyésztésen belül az állatjóléti támogatások úgymond egy külön kategóriát jelentenének, és ennek nagy részét nem végezte volna el Magyarországon a gazda. Tehát egész pontosan fogalmazva, olyan állatjólétet elősegítő intézkedés csomagról van szó, ami a gondozói létszám megfelelő voltát jelenti, amelyik az elhelyezésekbe, a természetszerű tartás felé hajlik, de itt sokszor olyan megfogalmazások vannak, amik azért úgy értelmezhetők, hogy elfogadhatók a gazda részéről, tehát megfelelő férőhely vonatkozásába kell itt gondolkodni. Ezen kívül preventív intézkedések sora van benne, a körmözéstől kezdve különféle megelőző betegség, megelőző tartási technológiákig. Tehát mindazok a dolgok, amiket gyakorlatilag egy jól működő telepen, a tejelőről van szó, eddig is elvégzett a gazda. És ha már itt tartunk, akkor nagy-nagy siker az, hogy az idei évtől kezdődően a húsmarha tartásba is ezt az állatjóléti intézkedéseket sikerült bevezetni, pályázni lehet rá, és a gazda meg is kapja, hiszen az EU hosszú-hosszú éveken keresztül azt fejtegette, hogy hát kint van a legelőn a húsmarha, hát mitől kellene állatjóléti intézkedéseket fogadatosítani, sőt, mit ezért pénzt adni, hiszen ott a marha jól érzi magát a legelőn, és kész. És hát mindenki éljen meg, ahogy tud. Na most itt is sikerült elérni, hogy mindazok az intézkedések, amelyek alapján állatjóléti támogatásokat lehet kapni, az nyilvánvalóan különféle élősködők elleni védelemtől kezdve a pataápolásig, tehát mindazon eddig is általában elvégzett intézkedéseknek az összessége, amelyek, ha aki eddig nem végezte, most nyilvánvaló elfogja, hiszen olyan nagy összegek vannak e tekintetben, 255 euró a anyatehénre, 220 euró az üszőre, amelyikért érdemes idézőjelbe lehajolni, és rögzíteni mindazokat a dolgokat, ami gyakorlatilag nagyon sok helyen eddig megtörtént, ahol pedig nem, hát ott ezt értelemszerűen be kell vezetni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos pénzösszeg, amit a gazda megkaphat, megszerezhet, és élhet vele,
hiszen ezek a költségeknek a fedezése, amelyekről szó van, szinte ebből egyértelműen megvalósulhat, sőt, mi több még, úgymond tartalékot is tud képezni arra, hogy fejlessze a technológiáit, hiszen most kiváló állattenyésztési pályázatok előtt állunk, amiről hát gondolom úgy is egy pár szó. Még fogunk beszélni természetesen, de még tegyük hozzá, hogy itt a feltétel, hogy a természetes körülményeket is biztosítani kell, illetve hát a takarmányozásra vonatkozó szabályok is vállalhatóak. Abszolút vállalhatók a takarmányozási szabályok is. Itt értelemszerűen előtérbe van helyezve mindazon takarmányoknak a használata, amely bizonyos értelemben csökkenti a kibocsájtott gázoknak a mennyiségét, ami az éghajlatváltozásnak. Hát egyes megfogalmazások szerint hát károsan befolyásolja az éghajlatváltozást, nyilvánvalóan az űhágázokról. Ehhez azért tegyük hozzá, hogy ez 20 hónap, 2023. május 1-én kezdődött, és az idei esztendő december 31-ig tart. Tehát az egységes kérelem keretében nyújthattak be pályázatokat. Így igaz, és hát nagyon fontos még az, hogy kell egy állatjóléti felelős a gazdaságba, ami vizsgaköteles, de hát a május hó folyamán is több mint 800 ember végzett állatjóléti felelősi tanfolyamot és szerzett bizonyítványt, és itt nyilván, hogy jelenleg fordulunk a minisztériumhoz, mint Agrárgazdasági Kamara és mint a MÁSZ, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége, hogy még akik nem tudtak, ne adj Isten, levizsgázni, azokkal szemben is legyen türelem. Reméljük, hogy egy újabb határidő módosítással mindazok, akik ezt valamilyen módon elfelejtették, nem kellő figyelemmel kísérték, azok is be tudnak kapcsolódni. Tehát nem vesztik el, ha az LK kérelembe beírták ezt a fajta igényüket, ezt a lehetőséget. Meg annyi döntés született az állattenyésztés fejlesztéséről. Én azt hiszem, hogy ezek nagyon-nagyon fontosak, hiszen azt gondoljuk, hogy itt legalábbis a Közép-Európa szívében ez kifejezetten fontos, hogy tartsuk lépést a nyugattal, amennyire lehetséges. Igen, ez olyannyira fontos, hogy nem tudunk eltekinteni attól, hogy ne beszéljünk arról, hogy ezt megelőzően meghirdetett nagy állattenyésztési programon belül rengeteg jelentkező volt. És körülbelül majd 500 milliárd forintnyi összeg állt rendelkezésre, hatalmas összeg, erről van szó. És gyakorlatilag a bejelentkezések ezt is bőven meghaladták. Végül is különféle problémák sorozata, illetve hát a költségek növekedése, a kamat állapotok is egy kicsit lohasztották a kedvet, és azt kell mondani, hogy jelenleg a elfogadott és megvalósuló pályázatok az 400 milliárd fölött valósulnak meg, amelyből már több mint 200 milliárdot ki is fizetett gyakorlatilag kivizető ügynökség, a Magyar Kincstár. Tehát ez már látszik, ez már ott van, ez már átadásra került, nem csak befogadásra került, hanem átadásra került. És most ugye újabb 200 milliárdos blokkot fog az új pályázat keretébe a kormányzat és az Agrárminisztérium kibocsájtani, ami két nagy részből fog állni, ugye a kisebb gazdálkodók vonatkozásába 200 millió forintig, és e fölött pedig 200 millió forinttól a 5 milliárd forintig való nagyobb pályázóknak, az alsó határ 10 ezer ST értéknek a megléte, és az alaptevékenység, tehát az agrártevékenység a gazdaságon belül minimum 40%-os voltát jelzi. És innentől kezdve nagyon széles körbe lehet pályázni. Tehát
nem csak az épületekre, nem csak különféle technológiákra, de ebbe beletartozó egyéb szolgáltatási részekbe is, tehát a számítástechnikai programokba, a számítástechnikával működtetett precíziós állattenyésztés különféle elemeire, és minden olyan dologra, ami az energia hatékonyságot fogja növelni. Ezen kívül pedig alternatív energia források biztosítását is meg lehet-e pályázaton belül célozni. Nem beszélve, hogy a technológiához kapcsolódó gépek sorozatát meg lehet vásárolni e tekintetben. Itt a takarmánykiosztástól kezdve, készítésig, trágyakezelésig, hagyd ne soroljam el az összes részt, hiszen már társadalmi vitán van, és a https gov.hu kap.gov.hu oldalon meg lehet tekinteni, és már tudnak készülni a gazdák erre a pályázat meghirdetésére, amely egyébként utána 60, illetve 90 napig fog nyitva állni, úgy, hogy ezek a pályázatok beadhatók, ezek a pályázatok nyilvánvaló nagy mértékben az előzővel is egybe fogják javítani a magyar állattenyésztésnek a versenyképességét és költséghatékonyságát, hiszen minden arról szól, hogy megfelelő áron olcsóbban tudjunk termelni, és használjuk ki azokat a korporatív, komparatív előnyeinket, amivel a magyar agrárium rendelkezik. Nyilván ezt egy széles körű vita, illetve előkészítés kellett, hogy megelőzze, hiszen én azt gondolom, hogy ez egy kulcsfontosságú lépés. Ez egy óriási lépés, hogy mindaz, amit a rendszerváltást követően különféle akkori kormányzati intézkedések, vagy pont nem intézkedések kapcsán az állattenyésztés elvesztett, az most behozható. Tehát az állattenyésztés, a tenyésztési része most is ott van Európa élvonalába. Az állattartási részbe a technológiák javítása, precíziós állattenyésztésnek a bevezetése, a különféle intelligens technológiák és mesterséges intelligenciának a megléte, ezeknek nagyon fontos helye és szerepe van a magyar állattenyésztésben, és bizony látszik, hogy van is, tehát az állatjóléti intézkedésekre nem visszatérve, hanem csak megfogalmazva, jelenleg egy korszerű tejelő marha istálóba jobb légtechnika van, mint a Magyar Tudományos Akadémián, parlamentről már nem is beszélve, nyilvánvaló, hogy így az állat jólét és az állatnak a komfortérzete hát lényegesen más, mint annak idején gyakorlatilag a különféle istáló típusokban volt. De hát itt nem akarok bántani hagyományos tartásokat, de hát tudjuk jó, hogy az Alpokba télen, majd hogy nem a pincébe vannak az állatok, ott a házak alatt látjuk a istáló részeket, hát ehhez képest meg kimondottan komfortabb érzéssel lehetnek ezek a jószágok. Nyilván azok nyáron kint vannak a hegyi legelőkön, de télen azért nem egy nagyon kíméletes környezetbe töltik az idejüket. És ez természetesen nem csak a szarvasmarhágazatra vonatkozik, hanem... Ez egyáltalán kérődző ágazatok támogatásától kezdve más részeken is van értelemszerűen állatjóléti támogatás, amit ki is használnak a gazdálkodók, de hát most a húsmarhának az támogatási lehetőségbe való bevonása volt a fő kérdés. No, menjünk tovább, ukrán gabona. Én olvastam egy rendkívül érdekes gondolatsort, engedje meg, hogy idézzek. Lakatos Zoltán, a debreceni Hajdugabona elnök vezérigazgatója mondta, bármennyire is fáj, de az ukrán gabona most már végleg velünk marad, meg kell tanulnunk együtt élni vele, ehhez azonban nem széthúzásra, hanem együttműködésre van szükség. Ez egy érdekes gondolat.
meg annyi cáfolatot is olvastam, de itt felveti nyilván azt a kérdést, ami azt hiszem, hogy minden növénytermesztéssel, búzatermesztéssel foglalkozó gazdát érint. Igen, az ukrán gabona bizonyos értelemben velünk marad. De ahogy említettem már eszékből is, hogy az ukrán gabona nem versenyképes a távolságok okán, meg a beltartalmi értékek okán, ugye az európai piacon, ami az étkezési búzát jelenti. Magyarországon pedig óriási hagyományok vannak étkezési búza termelése tekintetében, tehát a magas sikértartalmú acélos magyar búzát vissza kell hozni. Vissza kell hozni, bizonyos okoknál fogva, nem ok nélkül, ugye ár arányok voltak itt régebben, ugye az étkezési és a takarmánybúza vonatkozásában nagyon közel voltak egymáshoz. Bizony, nagyon sokan átálltak a takarmánybúza termelésre, amit most nem csak időlegesen, hanem szerintem hosszabb távon gyakorlatilag el kell felejteni, már mint a takarmánybúza termesztését, kizárólag, hogyha állatállománnyal rendelkezik nyilvánvaló az adott gazdaság, hát akkor ne étkezési búzát kelljen az állatoknak felhasználni vagy adni, bár a magas fehérjetartalma miatt, vagy magasabb fehérjetartalma miatt ez sem egy vétek ilyen értelemben, de hát ezt a takarmányosok meg tudják jól határozni. Viszont az ukrán gabona, most megnézzük a mostani helyzetet, már most nagyon súlyos gondokkal küzd, hiszen az ukránok azt mondják, hogy 67-70 ezer forint körül hozzák, ahogy akarják, vagy akarnánk ugye a gabonát, hát most kerülő úton, mert tudjuk jó a magyar tilalmakat. Mennyiért veszik ma Magyarországon a takarmány gabonát? Ugyanennyi. 69-70. Tehát, ha ez itt van, és nem kell onnan ide szállítani, figyelembe véve bizonyos hát növényvédőszer maradványokat és egyebet, akkor itt most az ukrán gabona nem versenyképes. Viszont mondok egy más dolgot, hiszen eddig ugye most már a tengeri kikötők bizonyos átstruktúrálása okán az ukrán gabona nagyon intenzíven megy szerte a világba, tehát azokon a helyeken, de ott van az orosz búza is. Igen. Ott van az orosz búza, és hogyha most azt nézzük, hogy a május 11-én befejeződött egyiptomi tender vonatkozásába sem az ukránok, sem a tengeri kikötővel rendelkező franciák, bolgárok, románok nem rúgtak labdába. Az orosz búza letarolta a tendert, és elvitt gyakorlatilag mindent. Igen, hát tudjuk, hogy 50 millió tonna búza felesleg van Oroszországban, ami alapvetően exportáru alapot képez. Exportáru alapot képez még akkor is, hogyha jelenleg ugye azt prognosztizálják, hogy a várható eredetileg tervezett 90 millió tonna búza helyett az újabb prognózisok már csak 81,5 millió tonna búzát prognosztizálnak, az ukrán búzára 19,1 millió tonnát, és ha most megnézzük a globális búzapiacot, akkor jelenleg gyakorlatilag 697 millió tonna búza terem a világba, és gyakorlatilag az átmenő készletek minden idők legalacsonyabb szintjét érik el, hiszen a 2020-as évek elején csapkodták a 300 millió tonnát, jelenleg pedig 257 millió tonnába fog a tartalékkészlet megállni. Tehát ez is hozza az orosz búzacsökkenés, az aszály és különféle időjárási anomáliák miatt azt a áremelkedést, ami tapasztalható Magyarországon is, de hát mivel ugye a kőolaj ár is nem csökken
drasztikusan, ezért, ahogy ezt jósoltuk az év elején ugyanitteni beszélgetésünkbe, szép, lassan stabilizálódik a gabonapiac, ezen kívül pedig nyilvánvaló a kalászos piac, és elérjük azt a normál szintet, hát múltkor épp beszéltünk itt a Matif és a szállítási költség realizálódásai és normál állapotba való helyeződése kapcsán, hogy bizony újból eredményesen fognak tudni a magyar gazdák az input anyag csökkenést is figyelembe véve étkezési búzát termelni, azért hangsúlyozom az étkezési búzát, ahogy mondtam, mert az exportképes. De ha már itt az input anyagokról említettünk, akkor szót kell ejteni arról, hogy mit jelent ez gazdaszinten. Az idei évben a MAP vásárlása az előző évnek a tízszerese. Tehát a műtrágyából, tehát MAP-ból tízszeres mennyiséget vásároltak ugyanezen időszak alatt a gazdák, mint az előző év ugyanilyen időszaka vonatkozásában. A NPK-ból, tehát nitrogén, foszfor, kálium vonatkozásába pedig a dupláját. Mi ennek az oka? Hát ennek egyrészt az az oka, hogy megindultak a árak. Tehát igenis lát a gazda abba lehetőséget, hogy kiszórva a műtrágyák bizonyos részét, ami éppen aktuálisan az adott termofázisba kell, nyilvánvaló, hogy a búza vonatkozásában inkább a nitrogén jött szóba, de most ez más kérdés, de látnak fantáziát a termelésbe. Igenis látnak eredmény lehetőséget a termelésbe. És hát értelemszerűen az input anyagok bizonyos csökkenése átütötte azt az inger küszöbet, amikor már megveszi a gazda. Nem azt mondja, hogy ilyen vaktáncot lejtve próbálok majd valamilyen módon eligazodni a várható piaci lehetőségek közt, és vesztességet termelhetek leginkább, hanem igenis reális lehetőség mutatkozik arra, hogy eredmény legyen. Ezt persze segítette értelemszerűen azért a csapadékosabb időjárás, bár itt még azért nagyon-nagyon sajátos dolgokat kell megemlíteni, hiszen mostanában mindenki elkezdi azt mondani, nagyon sok a csapadék, és hát problémát okoz, és akkor egy kicsit elfelejtjük azt, hogy az ország nagyon hektikus, itt mezőfalva vonatkozásában és térségében 257 milli esett eddig, nyilván az Alpok alján és a fölött a 300 fölött vannak bőséggel. A alföldi részeken bizony örülnek, hogy elérik a 200 körülit, tehát ilyen szintek is vannak. De ha most csak azt nézzük, hogy ugye, ahogy említettem, 257 mezőfalván. Megnéztem tavaly ugyan eddig az időpontig, 358 mm csapadék esett. Akkor idézőjelbe, miről beszélünk? Több mint 100 mm-rel esett tavaly több. Tehát, és amikor a szenzoraink mérik, hogy még mindig messze nem ért össze az altalajnak a vize a felső rétegek vizével, tehát még mindig van egy több mint 40 centi száraz réteg, akkor bizony messze nem sok ez a csapadék. Az más kérdés, hogy bizonyos talajtípusoknak a vízbefogadó képessége más-más, hogy javítani is lehet, meg öntözni is lehet, de ez is egy külön témakör. Nos, így van, és a külön témakörökkel majd a következő adásban folytatjuk, mert hogy időnk lejárt. Én köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és természetesen folytatjuk ezt a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, nagyon sok mindenről esett szó, és ígérem önöknek, hogy a következő adásban folytatjuk, hiszen az agrárágazat itt a Mezőföld szívében, illetve a teljes hazánkban nagyon-nagyon fontos. Én addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.